Sziasztok, Gulyás Márton vagyok, és ez itt a Slime, a torkolott politikának a Hogyan lesz ez közös ország című interjús vitasorozata. Ennek a harmadik rész pontosabban, az első két részben Szigetvári Viktor, illetve Hatházi Ákos voltak a vendégeink. Ma pedig Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke érkezik hozzánk. Tadám! Sziasztok! Szervusz, milyen jó, hogy itt jössz erre fele. Véletlenül pont erre jártam. Akkor már itt el is fölvettük a harmadik. Oké. Ne játsszuk meg a, hogy mondjam én, a távolságtartás, hogy jól ismerik egymást régóta, tehát tegeződjünk akkor az interjú egésze alatt, ezt tegyük ki nyilvánvalóvá. Igazából nem lett volna indítatásom elindít téged, hogyha nem nyilatkoztál volna még az egyébként megboldogult Népszabadságnak a kampány után egy olyat, hogy nem szerencsés minket viccpártnak minősíteni, ami pár évvel ezelőtt még igaz lehetett volna, mert vicces formában ugyan, de komoly dolgokra hívjuk fel a figyelmet. A helyi közösségeket érintő ügyekre, meg a népszavazás kapcsán is nem gondolnám, hogy amikor fellépünk a lakóhelyünk szebbététele érdekében, vagy ostoba népszavazás ellen, az vicces lenne, de az tény, hogy viccesen próbálunk érvelni. Nyilatkoztad ott, és egyben azt is elmondtad, hogy indulni fogtok a 2018-as választásokon. Mikor hoztam meg ezt a döntést, vagy mikor hoztam meg a közösség azt a döntést, hogy beléptek a formális politikai térbe is, és megmérettetitek magatokat? Igen, szóval ez egy kicsit ilyen félre sikeredett interjú volt, mert ez ugye a szavazás után két nappal volt, és én akkor keltem pont, meg akkor tudtam így kicsit kialudni magam, de akkor ébredtem, és tényleg sikerült úgy egy fél órás interjút adnom, hogy azt hiszem semmi vicces nem volt benne. És nagyon komolyra sikeredett, és hogy igen, az lett az üzenete, hogy akkor megkomolyodunk. Úgyhogy most kénytelenek leszünk két évig csak totális hülyeségeket beszélni minden interjúban, hogy eloszlassuk ezt a tévhitet, vagy ezt a félreértést. Mert nem akartok indulni a 18-as választásokon? Ja, de hát ez egy másik kérdés. Tehát nyilván akarunk, de igazából nekem az volt a fura, hogy ez most lett hír. Tehát mi el akartunk indulni a 2014-es választáson is, ugye csak mivel a nevünk erkölcstelen képzett társításokra adhatott alapot, ezért ugye sajnos nem sikerült időben beegyezni a pártot. Talán inkább annyi, hogy most hitték el, hogy valóban el akarunk indulni a választáson. De ezt akarom kérdezni, hogy korábban ugye az volt az alapállítás, most leegyszerűsítve, hogy ez az egész, ami van Magyarországon politizálás címszó alatt, ez komolyan vehetetlen. Ez arra is érdemtelen, hogy egyáltalán elgondolkozzunk azon, hogy mi kellene ahhoz, hogy komolyan vegyük. Uh-huh. És ehhez képest most, amit mondasz, az egy komoly értékalapú politizálás, ami arról szól, hogy ne gyűlölködj, ami lehet, hogy egy nagyon primitív állítás, de ettől függetlenül Magyarországon nagyon kevesen képviselik. Igen. És nagyon sokan látszott, hogy tudnak ezzel azonosulni. Sokaknak van arra igény, hogy valaki ezt kimondja. Igen. Tehát, hogy ez már mindenképpen valami fajta képviseletről szól, igen, szemben azzal, ami korábban a teljes dadaista tagadása az egész létjogosultságának. Hogy ez azért kijelöl egy irányvonalat a következő egy-másfél évre is. Nektek ezt fölmértétek előre, hogy hibá álltok ezzel bele? Nem, de én ezt már akkor tapasztaltam, amikor megcsináltam még 9 éve a kisebb magyarországos plakátot, ha ismeri esetleg valaki. Nekem akkor volt először az, hogy csináltam ezeket a viccesnek szánt streetartos cuccokat, és akkor ugye hát nevetgéltek rajta, nem tudom, és az volt az első, ahol már megjelentek azok a kommentek, hogy ez mennyire problémás valakiknek. Hát nyilván kijön egy irány, de szerintem azért önmagában az, hogy a gyűlöletkeltés elleniség azért az nem egy olyan nagyon konkrét, meg nem egy nagyon rossz irány. A másik meg az, hogy nagyon megváltozott a magyar politika azért az elmúlt 10 évben. Szóval amikor én elkezdtem ezt a kutyapártot, akkor ugye ez a... A 10 évben, tehát 2006 óta mondod? Aha, az elmúlt 10 évben változott nagyon sokat a magyar politika. 2006-ban, amikor ezeket az ingyen sört, meg a Szegedre hegyet ígértünk, akkor tényleg arról szólt a magyar politika, hogy minden párt megpróbált minél többet ígérni. Emlékszem, volt is, meg talán az Indexen ilyen ígéret számláló, hogy az egyik 4200 milliárdot ígért, a másik csak 2005-öt, és akkor nyert, amelyik egy kicsit többet. És ugye és akkor ugye valahogy, tehát azt akarták a pártok, hogy azért szavaz rám, mert én ezt ígérem. És azért eddig mi is azért ezt próbáltuk, ezt a felvételi ígéretet. Na most az elmúlt pár évben meg tök megváltozott. Egyrészt azt, hogy senki nem ígér semmit, tehát még azokat se ígérte meg egyébként a kormány, amik mondjuk tök népszerűek mindenkinek. Mondjuk a rezsicsökkentés nem hangzott el a kampányban. Ezt gondolom később találták ki, hogy legyen ilyen. Meg ugye folytatjuk, az volt a 14-es szlogenje a győztes pártnak. De hogy mit ugye nem. Ugyanígy a mostani népszavazásnál nem volt megmondva, hogy mi történik, hogyha ez vagy az az eredmény születik. Pedig egyébként, amit utána csináltak, hogy beleírják az alkotmányba, halálnyugodtan el lehetett volna mondani. Tehát nem hiszem, hogy akkor kevesebben szavaztak volna igennel, tehát ez is ilyen furcsa dolog. És abban az irányban változott, hogy ahogy én látom, és ebbe
ebbe fog így belepusztulni lassan a magyar társadalom, hogy, hogy azért szavaz rám, mert hogy a másikat annyira utálod. Neked mi a célod a kutyapárttal? Tehát, hogy te 18-ig, ugye vagy 8-ig, most ez a fő tevékenységed, hogy a pártot szervezed? Hát dolgozok egyébként grafikusként, és akkor alapvetően ilyen hobbim ez a kutyapárt, bár most már valóban rám egy napi, nem tudom, 8 órám, tehát... Szereted ez a fő tevékenységed? Hát ez lehet, tehát most tényleg már annyi meló van vele, hogy muszáj ezzel foglalkoznom. De ő szeretnéd, ha azt, hogy ezt hivatásszerűen a megélhetésedet garantálva tudnád vinni? Nem, hát ez megint jó kérdés. Nálunk ugye az van, hogy senki nem kap fizetést itt a pártban, de senki, még a ügyvéd is ingyen van, meg a programozók, meg a nem tudom, tényleg mindenki. És ezt én se, és ezt én nagyon szeretném minél tovább megtartani, nem tudom, meddig lehet ezt így csinálni. Egyelőre működik meg. És tényleg... Milyen megfontolás mögöttem, miért nem vesztek föl pénzt? Hát van egy ilyen... A költségeitekre sem? Tehát bocs, tehát hogyha mondjuk utazni kell, akkor a vonatjegy, vagy akár egy tankbenzin. Hát eddig ilyenekre nem költöttünk semmit, amúgy sincs nekünk pénzünk, tehát most jó, amikor kapunk ilyen kampányra 35 milliót, akkor olyan, mintha sok pénzünk lenne, de hát az elmegy arra a kampányra. Most el is rontottam egyébként, mert így mindegy, volt még valami 700 ezer forintja a pártnak a kampány előtt, és hát az egyik számlát én áfa nélkül számoltam, mindegy, tehát végülis 700 rugóval többet költöttünk a kampányra, mint amennyi bejött most, tehát abszolút sikerült leduláznunk a pártkampányt. Tehát, hogy... Elképzelhető, hogy köttök valaki választási szövetséget? Hát az itthoni létező pártokkal nem tudunk sajnos, nagyon más a program. Tehát én se az ingyen sört, se az örök életet igazából nem találtam senkinek a... De hogyha valaki jelzi mondjuk, hogy ők beveszik ezt is a saját programjaik mellé... Na most megfogta. Akkor elképzelhető, van valami fajta koalícióra lehetőség? Nem, hát az vagy sajnos nem. Ahhoz létre kell hoznunk egyéb pártokat, hogyha mi valakivel szövetkezni szeretnénk. Nem tudom, hát a... Ugye ez is nehéz megmagyarázni, hogy miért, meg hosszú is, de szerintem nekünk abban a pillanatban lenne végünk, hogyha valamiféle igazi párttal szövetkeznénk. Most is hívogat mindenki ezekre az előválasztásokra. Most ahogy én látom, lesz vagy 6 különböző előválasztás, vagy hát ahányféle ember írt nekem, hogy előválasztást csinál. Hát a nagy részével eleve nem lehet. Tehát aki ugye kormányon volt, baloldali párt, azzal alapvetően nem lehet. Tehát akkor mondjuk ki a DK és az MSZP semmi körülmények nyilván között. Nyilván nem, de ugyanígy, akik valaha szövetkeztek ezekkel a pártokkal, szerintem velük se lehet. Tehát akkor az Együttel sem? Együttel sem, meg a PML sem. PML sem, Párbeszéddel sem, LMP? Az LMP az egyetlen, aki nekem a mai napig azért szimpatikus, de szerintem de tök más. Én úgy látom, hogy egyszerűen más a dolgunk, meg más a szerepünk, és igazából tök nem lenne szerencsés se nekik, se nekünk, hogyha bárkivel is mi együtt indulnánk. Mert van egy csomó párt, akinek tök jó programja van. Én tovább megyek, lehetőleg majdnem mindnek tök jó a programja, most nem mintha elolvastam volna. Jobbik? Pont azt akartam mondani, hogy a Jobbikot valószínűleg le kell számítani ebből, de... Tehát velük sem képzelhető semmilyen együttműködés. Ja, nem. Mert azért kérdezem csak ezt, mert egyébként, tehát hogy azt gondolom, hogy te is érzékeled, hogy nagyon sokan akár a ti szimpatizásaitok köréből is úgy tekintenek rátok, hogy tök jó lenne, ha be tudnátok állni valamilyen választási koalícióba, ti lennétek kvázi a PR csapat, húzzátok az egész pártot magatok mögött, és hogy azzal meg lehetne egy olyasfajta koalíciót alkotni, ami hát ha a szavazók többségének a bizalmát tudja élvezni. Tehát hogy gondolom találkozol ezzel a fajta elvárással, nem? Igen, ez nekem két probléma. Egyik, hogy nem tudom tényleg, hogy milyen párt, milyenek ezek a pártok, meg milyen emberek vannak benne. És mondom, ez, tehát ne értsetek félre, én egy csomó, tehát azt tudom, hogy az LMP-be, a PM-be, van egy csomó ismerősöm az Együttbe, van egy csomó ember, aki tök jó arc, meg valószínűleg tök jót akar, meg nem tudom. Én inkább azt látom, hogy az a vonal, ahogy ők politizálnak, az nem igazán viszi őket előrébb. Ugye az elmúlt 6 évben ugyanúgy állnak. De mit mondanak ezzel? Mi az, ami hiányzik náluk? El sem tudom képzelni, nem tudom. Tehát amikor behívnak egy LMP-s vagy PMS embert egy témáról beszélgetni a tévében, én egyetértek a dolog 90%-ával, amit mond egyébként, érted? Aztán meg... És gondolom, csomóan így vannak vele, mert ilyen szimpatikusokat mondanak, és ha így meg lehet fogalmazni, de ez is egy jó kérdés, hogy talán az a gond, hogy az ellenzéki pártok alapvetően két dolgot csinálnak, de hát ugye mondhatjuk azt is, hogy ez a dolguk. Az egyik ugye, hogy cigják a kormányt, a másik meg, hogy ugye azt mondják, hogy ők mit tennének kormányon, utóbbit azért kicsit kevésbé teszik, de hogy azért ezt is teszik. És akkor itt ugye az a gond, hogy
ez a kormány színi, ez nekem iszonyatosan unalmas, meg fáradt. Tehát így annyira tényleg tele van utálattal a magyar politika, hogy akik már utálják ezt a kormányt, azok már úgyis utálják, akik meg ezután, a 6 év után Fidesz szavazók maradtak, annak szerintem tök felesleges, érted, mert az nem fog hallgatni a Gyurcsányra, meg a nem tudom, meg a Fodor Gáborra, meg a Juhász Petire se. Nyilván én is tudom, hogy milyen a választási rendszer, nyilván elvileg össze kellene fogniuk a pártoknak, hogy nyerjenek, de én szerintem amíg létezik MSZP, meg amíg létezik demokratikus koalíció, addig ez a baloldal nem fogja tudni az életbe legyőzni a Fidesz. Ebben szerintem mindig az van, csak azt mondom, hogy azzal együtt, hogy diszfunkcionális az ellenzék, van egy túlhatalommal rendelkező kormányoldal, és ehhez képest ti meg tudtatok csinálni, most lehet, hogy ez a 6,5%, aki mondjuk elment érvénytelenül szavazni, ez nem egy az egyben kutyapárt szavazó, de mondjuk azt lehet mondani, hogy valószínűleg a parlamenti küszöböt ti meg tudnátok akár ugrani, hogyha föl tudtok állítani a 106 jelöltet, és így tovább, és így tovább, de erre nektek van most szanszatok. Ráadásul bele is álltok az országgyűlési választásokba, és hogy szerintem nagyon nehéz lesz vinni ezt a klasszikus viccpárti szerepet, mert gyakorlatilag egyetlen egy oldal van, akit lehet érdemlegesen kezelni, mert a többieknek igazából annyira vagy értelmezhetetlen a tevékenysége, vagy pedig annyira erőtlen, hogy már tényleg hullagyalázás bármit is kezdeni velük, mert hogy most mit az alvó oroszlánba rugdosni. Tehát csak azt akarom kérdezni, hogy nem érzed azt, hogy ez az egész helyzet, ez bele fog sodorni titeket egy olyan válaszút elé fog titeket sodorni, amit nem biztos, hogy ti magatoknak egyébként akarnátok. Hogy valóban be kell töltenetek azt az űrt, hogy ti lesztek a rendszerkritikus párt, aki érdemben tör borsot a Fidesz alá. Pusztán csak annyival például, hogy viccet csinál belőle, ami az összes ilyen nagyon autokrata politikai berendezkedés számára a leggyilkosabb vagy a legfélelmetesebb helyzet, hogy közre egy tárgyává válik. Hát igen, lehet, hogy Magyarországon ugyanolyan fura dolog egy vízpárt, mint a Szomáliában a kalózpárt. Nem tudom, hát igazából az a része, hogy a hatalmat kritizálni, az végül is azért adott, tehát azért nyilván a kormány szokott dolgokat csinálni, és az, hogy mondjuk inkább rajtuk rögünk, mint az ellenzéken, az azért szerintem adekvát, vagy nem tudom. Hát tényleg nem tudom ez az egész személy, ezt mondom, hogy nálunk azért tényleg nincs kitalálva két hétnél előrébb, hogy a párt mit fog csinálni. Meglátjuk, hogy... De egyébként a... De azt érzed, hogy most egy más szintre kerültetek, és nem a média által, hanem kifejezetten a szimpatizánsaitok elvárásai által. Hát persze, de mondom, mi ennyit tudunk tenni, hogy megpróbáljuk megnyerni a választást. De az is jó, már csak valaki bejut iszonyatosan olcsó a kaja a büfébe a parlamentbe. És akkor letettitek a éhezőket, és akkor mondom, hozzátok ki igen, a kaját. Igen, tehát ha egy ember be tud jutni, akkor 800-ért kétfogásos kaját ki tud hozni oda, nem tudom. Hát először nyilván nekünk, aztán hosszabb távon lehet a hajléktalanoknak is persze. Na én pont ezt kérdezem, hogy szerintem ez az a szerep, amit nem fogsz tudni vinni a továbbiakban. Hogy szerintem az elvárások, amik körülétek épültek, azok rá fogják égetni ezt a szerepet, és hogy nagyon komolyan számok fogják rajtad kérni a szimpatizánsai 18-ban ezt. Ja, ezt hogy mondjam, hát igen, tehát az, hogy most már azért viszonylag sokféle dolgot várt tőlünk, sok különbözőféle dolgot várt tőlünk, sokféle ember. Persze, tehát van, aki várja ezt a városfelújítós dolgot, van, aki azt akarja, hogy mit tudom én, viccelődve kritizáljuk a kormányt, valaki konkrétan azt várja, hogy váltsuk le a kormányt, meg nyerjük, meg nem tudom. Tehát neki azért azt én is tudom, hogy egy csomó embernek csalódást fogunk okozni ezzel. Tehát én nem hiszem, hogy nekünk most azért nagyon az a dolgunk, hogy bármiképp ebbe a fajta szerepbe. Tehát akik azt várják tőlünk, hogy majd a kutyapárt beáll ebbe a nagy kormányelhajtós hangulatba, vagy nem is tudom, vagy és ebbe segíti a többi pártot, vagy nem tudom, azoknak ez tényleg csalódás lesz, mert nekünk tényleg nem az a fő célunk. Nekem tényleg, amit az elején is mondtam, nekem tényleg ez a legfontosabb, hogy adj minél több embernek, próbáljunk kitalálni, vagy tudjunk minél több emberrel együtt olyan dolgokat csinálni, amiktől a városok szebbek lesznek, meg viccesebbek, meg jobbak, meg keletkezzenek olyan kreatív tartalmak, legyen az újság, vagy videó, vagy bármi, ami azért normálisan reflektál erre a helyzetre, ami itthon van. Ha bejutunk, akkor hozzánk fognak vágni 500 000 000 forintot évente. Azt én nem szeretném, hogy azt csináljuk, amit a többi párt, hogy kivesz irodát 10 városba, meg felvesz 15 embert, meg fizeti vissza, amit felvett a kampányra hitelt, amennyire én tudom, erre megy el a pénz, így is marha kevés nekik. Tehát ennek értelme semmi, szerintem, hogy most legyen még egy ilyen. Tehát akkor azt mindenképp ilyen valami tényleg értelmes dologra kéne költeni.
és lenne rengeteg, nem tudom. Tehát amit előbb mondtam, hogy szerintem... Most az veszélyeztetni egyébként a viccpárti státuszotokat, hogyha ezt most kimondanátok, hogy figyeljetek, azért mondjuk a parlament 18-ba, és azért kell frakciót alakítanunk, és azért kell legalább 7%-8%, tök mindegy, mert ebből fogjuk megmenteni a magyar civil szektort. Ez szerintem ugyanaz, mint a városfelújítás. Tehát itt is ugyanaz van, hogy a... Hogy szerintem ezzel nagyon sokan tudnának menni, amit az, most mondtál. Tehát kétféle problémák, ugye vannak problémák, és akkor ugye ebből az alapvetően kétféle típusa van. Van az a fajta probléma, amit mondjuk tényleg meg tudsz oldani. És ott szerintem az a dolgot, hogy próbáld megoldani. Ezt nyilván behatárolják a lehetőségeidet, a kereteid, de például egy buszmegálló tetőt, ugye nekünk is sikerült megépíteni, meg most pont a 10-es útnál építünk két teljes buszmegállót, mert ez kijön 30 000 forintból, csak dolgozni kell rajta, és megcsinálni. És vannak ezek a problémák, amiket nem tudsz megoldani, mert nem tudjuk megoldani mi az oktatást, úgyhogy nem mi vagyunk a kormány. Tehát szerintem ennek, de ja igen, és hogy amit nem tudsz megoldani, azzal azt tudsz csinálni, hogy valami vicces kritikát megpróbálsz róla nyomni, hogy legalább tematizált, beszélnek róla, mit tudom, hogy elgondolkodjanak. Ennek szerintem ennek a parlamenti megfelelője az ez, amit előbb elmondtam, hogy egyrészt folytatni ott is ezt a vicces kritikát, meg nem tudom, másrészt meg, hogy amiket meg tudunk azért oldani, azt oldjuk meg. És hogyha nem 200 000 forintunk van havonta, hanem 20 millió, akkor nyilván lehet nagyobbakba gondolkodni, és nyilván a civil szervezetekkel együtt érdemes, mert ők tudják. Tehát hogyha az van, hogy... Nem tudom, hogy mi ez lehetőségként adva, hanem az, hogy ez egy céle a számotokra. Hát ez szerintem a mostainak lenne a folytatása, igen. Két kérdés. Hogy a 18-ig hátrévő időszakra, ha lenne egy olyan összellenzéki megmozdulás, mert te is mondtad, hogy a választási törvény az rossz, a választási törvénynek az aránytalansága az... A legszerencsésebb, igen. Hogyha lenne egy olyan összellenzéki koalíció, ami csak azért szerveződne, hogy legyen arányosítva a választási rendszer, ahova beleállna a kutyapárt. Nem, semmiképp. Bármilyen formában tervezitek azt, hogy a választási rendszernek az arányosításáért kampányolni fogtok 18-ig? Hú, ez egy jó kérdés. Most igazából az a baj, hogy a, hogy mondjam, tehát így amennyire... Akkor a párt nevében nem nyilatkozhatsz téged személyesen egy ilyen kampány? Nem, csak azt mondom, azt akartam mondani, hogy a jelenlegi helyzetben ez tök mindegy. Tehát 6 éve úgy vezet a Fidesz, bármilyen választási rendszerrel simán nyernének. Lehet, hogy nem kétharmad, de az, hogy nyerne, akkor... Tehát amíg az ellenzék mondjuk akár úgy, hogy összeadogatod ezt a sok pártot, konkrétan fel annyi szavazata van, vagy nem tudom, kétharmad annyi van, mint a kormánynak, addig most miről beszélnek? De az nem lehet, tehát, hogy egy arányos választási rendszer, akkor sok új kezdeményezés el tudna indulni végre? Hát ja, a Blazovics Timi elnök asszonyok jobban bepörögnének esetleg, vagy nem tudom. Hát lehet, de azért, hogy mondjam, tehát azért persze, tehát én szerintem tök jó lenne eleve, hogyha most nem magunk miatt, bár most ez tényleg úgy hangzik, mint a magunk miatt mondanám. Tehát például 5%-os küszöb az szerintem magas, és pont ezt a pluralizmus tökre gátolja. Tehát szerintem simán lehetne, hogy 1%-tól jusson be. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne egy arányos, tehát ami konkrétan a listás szavazatok alapjáni arányos rendszer. De hát közben meg egy csomó indok van arra, ugye, hogy ez ne legyen teljesen ilyen, mert ugye pont az ország kormányozhatósága miatt. Ha most azt mondjuk, hogy jelenleg a listás eredmények lennének a parlamenti eredmény, akkor egy Fidesz-Jobbik kormány uralná az országot, ami nem tudom mennyivel lenne jobb, mint ami most van. Ha nincs mit csinálni az embereknek, vagy nem tudom. Második kérdés, de sejtem rá a válaszod, de azért mégis szeretném hallani, hogy ha lenne előválasztás, amiben Jobbikon kívül mindegyik másik párt részt venne, elköteleződne az előválasztás mellett, abban részt venne a kutyapárt? Hát én szerintem nem, de most erre ezt nem tudom itt 100%-kal mondani, nem tudom milyen, én szerintem eleve nem lesz. Tehát nekem már írtak hat különböző ember, hogy akkor ők előválasztást szerveznek. Én amennyire, tehát ugye ezt online lehetne csak megszervezni, vagy én úgy gondolom. Tehát az, hogy az ellenzék azt összehozza, hogy legyen egy nap, ahol az összes városban, meg a legalább az 5000 fölötti városokban van valami hely, ahol le lehet adni, és ott az titkos szavazás, és azt ott valakik majd összeszámolják, arra nem voltak képesek, hogy embereket küldjenek a igazi választásra a szavazókörökbe. Tehát én szerintem konkrétan lebonyolítani nem tudják, online tudnák lebonyolítani, ami egy tök torz eredményt hozna ki. Tehát kb. Hogyha mi elindulnánk, lehet, hogy nyernénk, mert vízből azt nyomnánk be, de abszolút nem a valós eredmény nyomná egy ilyen online. Tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy és pont az MSZP meg a DK szerepelne rosszabbul egy online-on szerintem, mint egy offline-on.
Tehát emiatt én szerintem szinte biztos, hogy nem lesz. És az nem vett fel erkölcsi kérdéseket, vagy bármifajta etikai kockázatot, hogy mondjuk, ha marad a mostani választási rendszer, amiről mindenki nemzetközi intézmények elmondták, hogy aránytalan, emiatt egyébként nem garantálta a valós és egyenlő alapú verseny a résztvevők számára. Ha ezen esetleg a Fidesz megint tud egy kétharmadot esetlegesen nyerni, ráadásul egy olyan állammédiával, egy olyan habony médiával, egy olyan állami intézményrendszer torzítással, amivel most is egyébként tudja hergelni a társadalmat, de mi pont ti be tudtok csúszani a parlamentbe, ott vagytok 5 plusz néhány százalékkal, van egy önálló frakciótok, tényleg benn vagytok a parlamentben, néhány még kisebb frakció esetleg található az ellenzéki oldalon, de végeredményben mégiscsak az történik, hogy valamilyen módon részt vettetek egy olyan választáson, amit ezzel a részvételetekkel legitimáltatok, ami elég komolyan fölveti egyébként azokat a kérdéseket, hogy ez egy fair és legitim választás volt-e vajon. Hát figyelj, mi Max Ristáról tudunk bejutni, és az a része végül is legitim a mai napig, nem? Tehát a végeredmény az nem legitim, persze, mert az azt jelenti, hogy akkor a mostani alapján a listáról a választókörzetek három ember... az átírásával, a határon túli szavazatoknak igen. aránytalan érvényesítésével, és akkor lehetne még sorolni a dolgokat. Igen. Ja, csak szerintem az meg erre nem jó válasz, hogy akkor, tehát nem tudom. Ez egyébként érdekes lenne, hogyha az összes magyar, mármint a Fideszen kívüli pártok azt mondanák, hogy ők ebben nem vesznek részt. De hát ebbenek akkor lenne hatása. Ugyanígy ennél a parlamentnél is szerintem, ha most tényleg az összes párt nem menne be a Fideszen kívül, akkor azért az egy pár hónap után elég durván néz neki. És akkor abból azért valószínűleg el tudnának érni valamiket, hogy akkor amire rávehetnék a kormányt. Tehát ez egy ilyen érdekes jelen. Amikor abban a székben ült, azt mondta, hogy egyébként semmi nem változik, sem a választási rendszerben, sem annak tehát az intézményrendszernek az átalakításában, tehát hogy nem lesz valamivel picivel is egyenlőbb a verseny, mint ahogy most egyenlőtlen, akkor nem biztos, hogy érdemes elindulni 18-ban a választásokon. Hát jó, csak mondom, erről azért ők nagyon tehetnek. Tehát most itt a aranyos Szigetvár Viktor, hogy ezt mondja, de nekik nincs egy netes online újságjuk, ami amúgy az együttet tolná. Arról nem is beszélve, hogy nincs egy napilapjuk. Tehát azért ők is azért nagyon alap dolgokat, nincs egy, nekünk az első dolgunk lesz, hogy létrehozzunk egy kocsmát, amint össze tudjuk hozni anyagilag, ez talán tavasszal el tud indulni, hát nincs egy közösségi tér, ami mondjuk az együtthöz tartozik, és te oda el tudnál menni, és lennének napi programok, ahol tudnál valamiket csinálni. Tehát azért nagyon-nagyon, és persze rendben van, oké, az M1-re nem hívnak be téged, mit tudom én, nem vehetsz ki a BKK-nál Citylight-ot, akkor próbáld megtalálni ezért az alternatív utakat, és azért szerintem ebből azért eléggé beletörődtek, hogy akkor oké, bemeltünk az ATV-be, meg az RTL-be, meg tarthatunk sajtótájékoztatót a irodaháznál, meg nem tudom, de én nem látom, hogy mennyire keresik az alternatív utakat, és muszáj. Tehát ez sajnos ez van, ezt el kell fogadni. Meg kell próbálni csinálni valamit, érted? Az is egy vonal, amit a Juhi csinál, csak ott is ugye már az lett, hogy szegény már eszébe se jut, hogy a Rogánt valaha mondjuk ezért lecsukják. Vagy nem tudom, eszébe jut-e, de hogy azért látjuk, mi történik. Tehát a Juhit büntetik meg pénzre. Tehát ott is kb. Az lett a cél, hogy ő megmutassa azt, hogy a magyar jogbiztonság, vagy a jogrendszer, vagy nem tudom, az nem működik. Tehát nem. És akkor jó, megmutattuk, csak most már látjuk, hogy ennek a 3 millió Fidesz szavazónak, vagy nem tudom mennyi, 2,5, vagy mennyi volt legutóbb, ennek már hiába mutatod meg, hogy bármilyen korrupció van. Hát olyan ügyek vannak, akár az átlátszó hetente 2, amikben már 8 MSZP kormány belebukott volna. Tehát ezen a vonalon én szerintem már nem nagyon lehet mit elvinni. Létre kell hozni saját médiát, meg kell oldani, hogy el tudj érni minél több embert. És ez nem az ATV. 18 az nem döntő igazából. Terveitek azok sokkal messzebbre mutatnak, és hogy később jelenleg. Hát mondom, annyiban lenne esetleg cél tényleg, hogyha, vagy az az én nyilván cél, hogy mondom, hogyha ott vagy bejutunk a parlamentbe, vagy elérünk 1-2%, akkor az egy hatalmas segítség ahhoz, hogy a következő 4 évben meg tudjuk mutatni, hogy amúgy tényleg csinálunk minél több dolgot. És én mondom, én ezt azért csinálom tök nyugodtan, mert ebből nagy baj sose lesz. Tehát ha felújítasz rengeteg padot, akkor az fel van újítva, és akkor nem ezzel tök mindegy, hogy te mit érsz el egy választáson, akkor nem az lesz, hogy mi egy nagy csalódást érünk el, bár nagy csalódást érzünk, hogy jaj, megint nem jutottunk be, meg nem tudom, most mit fogunk csinálni, hát akkor csináljuk, amit eddig, meg nem tudom. Két záró kérdés. Írd le maximum 5 mondatban a viszonyodat a nemzeti együttműködés rendszeréhez.
Hú, hát én nem igazán vettem észre, hogy létezik. Ez a dohányboltos tudsz, ez a... Most megint olyat mondok, ami lehet sok embernek nem szimpatikus, de én úgy gondolom, hogy hihetetlen szubjektív dolog ez az egész politika, hogy mit látunk, és mit gondolunk belőle, oké. Okay. Szóval én, akkor most kezdem. Szóval én igazából úgy gondolom, hogy én nem biztos, hogy észrevettem volna, hogy más kormány van Magyarországon 6 éve, ha nem olvasnám a híreket és a neten, meg a bárhol. Tehát én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember nagyon keveset lát a valós, reális folyamatokból, valami 1%-kal nőtt, valami 3-mal csökkent. Tehát az egész egy ilyen nagyon nagy virtualitásban létezik, amit mi a politikából érzékelünk, és emiatt talán nem olyan fontos ez az egész nemzeti együttműködés rendszere, de ez most nem biztos, hogy egy kerek mondat volt, egy kerek 5 mondat volt. Neked mit jelent ez a kifejezés, hogy közös ország? Hát jó lenne, hogyha mindenki tudna most már lopni, ugye az a fő probléma, hogy amit ugye korrupciónak neveznek, és sokan sírnak miatta, ugye az a baj, hogy ez egy viszonylag szűk réteghez jut el. Tehát ezt demokratizálni kell a korrupciót, meg kell oldani, hogy mindenki tudjon normálisan lopni ebbe az országba, és akkor... Szükségletei szerint? Szükségletei szerint, tehát illetve kommunisztikus annál berendezkedés felé. Többet, igen, és akkor valószínűleg mindenki boldog lesz ebben az országban, és mindenki magáinak érzi valójában majd az országot. Hát akkor a balpárttal miért nem fogtok össze? Hú, én nem nagyon tudok úgy sokat. Radikális redisztribúció, kifolyatni az összes. Akkor lehet, hogy az ingyen sört, akár ők is. Hát, hogyha odaadjátok a pénzt, amit a sörre lehet fordítani, akkor... Jó, akkor figyelj, beszélek velük. Nem ismertem eddig nagyon őket, de akkor ezek köszi a ötletet. Jó, nagyon köszi az interjút. Köszönöm.